És ezután szeretettel felkérem a tudásátok megtisztelődött az, hogy arról a tevékenységről, amit itt nagyon régen elkezdtek, egy kis ízelítőt, hiszen ilyen hosszú időszakról részletesen beszámolni ennyi idő alatt, én azt mondom, hogy nem lehet, de én úgy gondolom, hogy mégis a lényegről biztosan, hogy érdemben tudunk információkat adni, szeretettel kérem a előadás megtartására, illetve a technikának az elindítására. Dicsőség az Úristennek és békesség nekünk. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a házigazdagyűlöket a Károsfia nevében. És mielőtt elkezdődne az előadást helyettesítő kisfilm, amit munkatársaimmal áldozatos éjszakai munkában tudtunk elkészíteni, de hajnal elkészült. Reménység szerint áldás lehet majd. Hadd mondjam el azt, hogy a zenekar karmester nélkül semmit nem ér. Hiába kiváló karmester, ha nincs zenekar. Nem lesz belőle melódia, koncert. Ha elfogadom én az Úr Jézus Krisztus karmesternek és a vezére engem, utána láthatóan, mert a karmesternek sokszor pódiumon kell állni, mégiscsak ott van az ember a közösségben, de semmit nem érne a munkatársai, a szolgatársai, a gyülekezeti presbiterek, a szerető szolgálati munkatársak, és én mondom, hogy a felesége nélkül, a lelkipásztor társa nélkül, a gyermekeink nélkül, akikkel együtt próbáljuk végezni mindazt a szolgálatot, amit Krisztus mikrofóniájaként fogok fel, és a maga gyarló emberi módján próbáljuk tenni. Néhány igét szeretnék felolvasni, mielőtt elindul a beszámoló, ami címe szerint a diakónia, vagy a szeretetszolgálat évtizedei a résztvevő gyülekezetben. Kaptuk ezt a címet a Presbiteri Szövetségtől, és ennek megfelelően próbáljuk azt elmondani, amit mi átéltünk. Az ige a római levélből hangzik, a 15. fejezetből. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tartozunk pedig mi az erősek, mi az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindenkünknek tudnélik, az ő fele barátjának kell kedveskedni, annak javára és kiépülésére. Majd, ha megnéztük a filmet néhány, igeversetnék szeretnék olvasni és szólni egy pár szót, de lehetőség lesz akkor arra is, hogy esetleg kérdésekre válaszoljunk. Kunyad István hangját fogjuk hallani, ő elkipasztott társunk az egyelmenyében, és itt a műsorában számítás technikát tanít, és ő volt az egyik értelmi, gyakorlati kivitelezője a munkának, és ezen a helyen is köszönöm az ő fáradozását, és ha megérkezett a feleségünk, akkor neki pedig azt a türelmet, hogy éjszaka hazavált az urát, és baj nélkül remélem, hogy haza is érkezett. Tehát akkor az 1941-es esztendőben a település lakossága közel 12.000 volt. Az egyházközség gyülekezete 10.451 tagot számlált. Ma az életvitelszerűen vésztőn lakók száma már nem éri el a 6.000-et, és a legutóbbi népszámlálás során 3.150 ember vallotta magát református gyökerünk. A viharsarok politikai és gazdasági viharai között Isten kegyelméből élt és él, szolgál és szolgál a vésztői református egyházközség. Igen, szeretnék felolvasni
nem utóiratként, hanem súlyaként. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, tiszteletadásban egymást megelőzőbb legyetek, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal, egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékenyjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Köszönjük Istennek, hogy tehetjük ezt. A régi diakónisza gondolattal kiváltságunk, örömünk, hogy tehetem. Ezzel a reménységgel fejezzük be mi a szolgálatokat, és folytatják, majd azok, akik folytatják. Köszönjük szépen!